Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük Önöket a mai kormányinfón. A helyválasztás azért esett most a Karmelitára, mert jelenleg is folyik még a kormányülés, úgyhogy ebben majd kérek szépen mindenkit a megértést, mivel még zajlik, ezért miniszterurakkal vissza fogunk menni, úgyhogy egy óra áll nagyjából a rendelkezés a mai kormányinfó esetében, és ahogy látják, Gulyás miniszter úr mellett most nagy miniszter úr is csatlakozik a mai kormányinfóhoz. Át is adom először Gulyás miniszter úrnak a szót, aztán Nagy Márton miniszter úr, és utána pedig jöhetnek majd a kérdések. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Köszönjük szépen, hogy te hétvégén is rendelkezésre álltak, de a helyzet az, hogy miután a kormány ma egésznapos ülést tart, és a legfontosabb döntéseket igyekezett délelőtt meghozni, úgy gondoljuk, hogy jelenlegi helyzetben indokolt a sajtó és önökön keresztül a nyilvánosság soron kívüli tájékoztatása. Sokszor elmondtuk és konstatáltuk már, hogy a háború és az arra adott szankciós válaszok brutális energiaáremelkedéshez vezettek. Ez általános áremelkedést, inflációt hozott, a termékek és különösen az élelmiszerek ára megemelkedett. Ráadásul ennek következtében elszabadult a benzin és a dízelár, és rohamosan növekedtek az elmúlt hónapokban a kamatok is. Annak érdekében, hogy ezektől a káros jelenségektől a magyar családokat meg tudjuk védeni, hoztunk intézkedéseket már tavaly ősszel, és ezeket időről időre meghosszabbítottuk. Most is úgy látjuk, hogy amíg a szankciók hatályban vannak, addig nem látszik, hogy reális esély lenne arra, hogy a helyzet javuljon. Ezért erre a rendkívüli helyzetre tekintettel a benzin és élelmiszer stoppot meghosszabbítjuk, és már most jelezzük, hogy a kamatstopp december 31-én járna le, hiszen azt fél évre szoktuk meghosszabbítani, de a kormány szándéka az, és a kormány döntése is az lesz, amit a tervezhetőség érdekében már most jelzünk, hogy a kamatstoppot is legalább fél évvel meghosszabbítjuk. Ez azt jelenti, hogy a magyar családok számára továbbra is vannak olyan alapvető élelmiszerek, amelyek a válság előtti áron elérhetőek. A kamatokat féken tudjuk tartani, ami több tízezer család számára jelent komoly segítséget, és bízunk abban, hogy azzal, hogy az üzemanyagárat is féken tartjuk, Európában, Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyagár, azzal segítjük a családok mindennapi megélhetését. A rezsicsökkentést is az átlag fogyasztás szintjéig megvédjük és fenntartjuk. Azt látjuk, hogy az elmúlt hónapok ijegysége után, most amikor érkeznek az első villanyszámlák és gázszámlák, természetesen a tapasztalatok vegyesek, de összességében talán többen férnek bele a várt átlag mennyiségbe, vagy a meghatározott átlag mennyiségbe, mint amennyien korábban gondolták. Azt is látjuk, hogy sokan kezdtek el spórolni, de esetre az biztos, hogy jelentős támogatást tudunk adni ma azzal, hogy nem kell az áramnak és gáznak a piaci árát kifizetni, azzal a változó áram és gázártól függően 150-180 ezer forintos támogatást adunk havonta a családoknak. Amikor nagyon magasan volt az áram és a gázára, akkor volt ez 300 ezer forint is. Azt tudjuk mondani, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan általános gazdasági helyzet legyen, olyanok legyenek a magyar költségvetés adottságai, hogy ezeket az intézkedéseket fenntarthassuk. Ez Európa legnagyobb családtámogatási programja. Az árstoppok önmagukban is jelentős segítséget jelentenek, de úgy gondoljuk, hogy az a rezsitámogatási rendszer, ami ma Magyarországon mindenki számára elérhető, ami az átlagfogyasztásig a korábbi rezsicsökkentett árakat biztosítja a családoknak, ez egyedülálló, nálunk lényegesen gazdagabb országok sem tudnak ekkora segítséget nyújtani. Természetesen a cél az, hogy ha a háború véget ér, vagy hogyha a szankciók legalább az energetikára vonatkozóan megszűnnek, vagy megszűnnének, akkor úgy gondoljuk, hogy rohamosan csökkenne az energia ára. Azt közgazdászokkal is egyeztetve megalapozottan mondhatjuk, hogyha a szankciók energetika területén bevezetett szankciók kivezetéséről döntene az Európai Unió, akkor az azzal járna, hogy már másnap felére csökkenne a gáz és az olaj ára. Tehát az biztos, hogy az európai gazdaság számára a jelenlegi helyzet rendkívül nehézségeket jelent.
Családok mellett energiaintenzív tevékenységet végző vállalkozások is komoly bajban vannak. Tudjuk azt, hogy a munkahelyek megvédése, megóvása ebben a helyzetben a legfontosabb. Éppen ezért az energiaintenzív tevékenységet folytató kis és közepes vállalkozásokat is meg kell védeni. A kormány ennek megfelelő tervet, programot fogadott el a mai ülésén. Ezt Nagy Márton miniszter úr fogja önökkel ismertetni. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. A kormány mai ülésén elfogadta az energiaintenzív termelő KKV-kat segítő programot. Ez egy támogatási program. Az első kérdés persze az, ki az energiaintenzív. Energiaintenzív minden olyan vállalat, akinek az energiaköltsége a nettó árbevétel arányában 2021-ben elérte a 3%-ot. A 3%-ot. Tehát 3% fölött tekintető energiaintenzívnek valaki. Ez egy uniós definíció, és jól leírja az energiaintenzivitást, tehát mi ezt elfogadtuk. Ki a termelő? A KKV-k esetén, aki termelő, az lényegében a feldolgozóipar, tehát a feldolgozóipari KKV-kat célozzuk. Ez egy célzott program. Ez azt jelenti, hogy valaki a feldolgozóiparban működik, Tehor-kód alapján, vagy árbevételének több mint 50%-a a feldolgozóiparból származik. És ki a KKV? Erre van egy uniós definíció, ezt most nem sorolom el. Alapvetően ez egy jól bevált definíció, ezt használjuk. A program október 1-jel indul. Tehát 22. október 1-jel indul, és 23 végéig tart, és két fontos elemből áll. Az egyik a működési költségek támogatása, a másik pedig a beruházások támogatása. A programot a Technológiai és az Innovációs Minisztérium fogja lebonyolítani, tehát a pályázatokat oda kell beadniuk a kis-középvállalatoknak. Mit jelent a működési költségek támogatása? Ez egy 3 hónapra, október, november és decemberre vonatkozó számlakifizetést jelent, tehát aki energiaintenzív feldolgozóipari KKV, annak az energiaszámláját, ami alatt a áram és gázszámláját jelenti, a növekmény 50%-át fizetjük ki. A növekmény tehát azt jelenti, hogy a tavalyi évhez képest a árnövekedés 50%-át fizetjük ki, tehát hogyha valaki 10-ről 60-ra fölment a számlája, nem a 60-nak az 50%-át fizetjük ki, hanem ebben az esetben az 50-nek az 50%-át fizetjük ki. Mind áram, mind pedig gáz esetén 3 hónapra. Emellett indítunk egy beruházás támogatási programot, hiszen azért itt energiaátállás, energiahatékonysági beruházásokat kell végezni, annak érdekében, hogy a versenyképessége a KKV-szektornak javuljon. Ezért azt gondoljuk, hogy ezeket támogatva a Széchenyi Kártya program tekintetében, ami jelenleg is már egy nagyon támogatott kamatozás mellett folytatódik, az önerő támogatását valósítjuk meg, hiszen a Széchenyi Kártya programban jelenleg akár a bankok 20-30%-os önerőt is kérnek egy ilyen beruházásra. Itt maximum 15%-os önerő támogatást adunk a KKV-k esetén, annak érdekében még egyszer, hogy hosszú távon energiahatékony beruházások a versenyképesek maradjanak. Tehát az életképességet ezt tudja garantálni. A KKV-któl azt kérjük, hogy a munkahelyeket őrizzék meg viszont ennek fényében, és azt kérjük tőlük, hogy az általuk foglalkoztatott embereket, illetve ennek számát tartsák meg, maximum, tehát 90%-ban maradjon meg. Tehát megnézzük lényegében 2021 végén, illetve jelenleg a foglalkoztatott létszámot, és azt várjuk, hogy 23 végével 90% alá ne csökkenjen a foglalkoztatottak száma a jelenlegi szinthez képest. Ez tehát a KKV-kat segítő program. Ugyanakkor ez egy első program, egy nagyon célzott program. Emellett két másik programot is megtárgyalt a kormány, ugyanakkor erről még nem döntött. A következő hetekben fogja kialakítani ennek a keretrendszerét. Az egyik egy gyármentő program. A gyármentő program azt jelenti, hogy nagy iparvállalatok, energiaintenzív iparvállalatok, gyáraknak a beruházásait fogjuk támogatni, energiahatékony beruházásait. Itt már nincsen működési költségtámogatás, csak beruházási támogatás. Ha saját pénzből vagy hitelből valaki meg akarja ezt valósítani, segítünk a beruházási összeg x%-át lényegében hozzáadjuk, tehát itt egy beruházás támogatás jelenik meg.
Emellett pedig elindítunk egy új munkahelyvédelmi akciótervet is, hiszen azt látjuk, hogy a következő hónapokban néhány szektorban, ahol az energiaintenzitás különösen magas, az energiaárak elszabadulása miatt a KKV-k vagy a vállalatok olyan nehéz helyzetbe kerülhetnek, hogy a munkahelyek csökkentésével, a munkaerő csökkentésével válaszolhatnak rá. A munkahelyeket tehát meg kell őrizni, ezért nagyon fontosnak tartjuk ezen akcióterv elindítását. A következő hetekben történik ennek a kidolgozása. Erről természetesen minél hamarabb, ahogy kidolgozó őket, beszámolunk a médiának, illetve önöknek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Még egy dologról szeretném tájékoztatni önöket, ez pedig az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások. Ugye itt három fontos iránya van a tárgyalásoknak. Az egyik, hogy Magyarországgal szemben indult egy kondicionalitási eljárás. Ezen kívül a helyreállítási alappal kapcsolatos pályázatokat kiírtunk, kifizetések is megkezdődtek, de az Európai Bizottsággal mindmáig nem jött létre a helyreállítási alapról szóló megállapodás, és ahol nem vagyunk még késésben, hiszen talán a tagállamok többségegével is csak majd most kerül sor aláírásra, de a következő 7 éves Európai Uniós költségvetési időszak operatív programjairól egy partnerségi megállapodást kell kötni. Ez a három feladat az, ami az idei évben meghatározza a bizottsággal való párbeszédet. Most ebből az első az a kondicionalitási eljárás. Több hónapon át, különösen nyáron intenzív tárgyalások folytak a bizottsággal. Ennek következtében már a jó szívvel mondhatom, hogy nyitott kérdés nem maradt. A kormány az Európai Bizottság által kérteket vagy elfogadta, vagy pedig ott, ahol nem tudtuk elfogadni, ott kölcsönösen sikerült olyan kompromisszumra jutni, ami mindkét félnek megnyugtató. A mai ülésén a kormány ezeket a vállalásokat megtárgyalta és jóváhagyta. Az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatokat jövő héten, várhatóan hétfőn, illetve pénteken benyújtjuk az országgyűlés elé, és ezek a törvények novemberben hatályba lépnek. Hogyha ez megtörténik, akkor ezt követően, tehát a törvények hatályba lépését követően történhet meg, vagy történik majd meg a kondicionalitási eljárás megszüntetése. A kölcsönös bizalmatlanság helyett a kölcsönös bizalom irányába tett lépésnek tekinthető az a konstruktív tárgyalássorozat, ami a mögöttünk hagyott 2 hónapban a bizottsággal történt. Holnap a bizottság is kommunikálni fog ebben az ügyben. A megállapodásnak valóban az is része, hogy mindazokat a vállalásokat, amelyeket tettünk, amelyekben a bizottsággal megállapodtunk, teljesíteni kell, ezeknek valósággá kell válnia. Arra kérjük éppen ezért a Magyarországgyűlést, hogy részesítse előnyben azokat a jogszabálytervezeteket, törvénytervezeteket, amelyeket a kormány azért terjeszt az országgyűlés elé, hogy ezek elfogadásával a kondicionalitási eljárás lezárható legyen, és a bizottsággal egyeztetett formában kérjük az országgyűlést, hogy ezeket a törvényjavaslatokat fogadja el. Az ezen túlmenő részletekről a holnapi bizottsági kollégium ülésig nem tudok további tájékoztást nyújtani, de holnap Navracsics miniszter úr a bizottsági tájékoztást követően áll a sajtó rendelkezésére. Rendben, akkor most pedig következnek a kérdések, de egy szűk időkeretben, úgyhogy kérem szépen, hogy erre mindenki legyen tekintettel. Origó. Köszönöm, jó napot kívánok, Origó, Kovács András Origó. Első kérdésem az lenne, hogy itt a bejelentett intézkedéssel kapcsán nagyminiszter úrtól kérdezném, hogy a KKV-k számára való működési költségek enyhítése, ugye október, november, decemberről beszélt. Megnézik-e, hogy milyen eredménye van ennek a programnak, és utána döntenek a folytatásról, vagy ez fixen decemberben véget ér? Igen, tehát alapvetően ez egy 3 hónapos program, megnézzük. Jelen pillanatban az energiaintenzív feldolgozóipari KKV-k száma, tehát erre van egy pontos számunk, kb. 10 000, tehát ők a potenciális ügyfeleink, ha így nézzük ebben a programban. De tudjuk azt, hogy az egész tél nagyon nehéz lehet, ami természetesen 2-3 hónapból áll, nem 1-3 hónapból, hiszen magát az energiaköltségek ekkor ugranak meg, és azért lehetnek egyéb likviditási kihívások sok is, például a béremelkedés miatt ugye a magasabb béreknek a
gazdálkodása. Ezért az első három hónapban megnézzük a programot, illetve megnézzük, hogy adott esetben azt, amit érzünk, hogy a KKV-szektorban lehetnek ilyen likviditási problémák, ezek a problémák ténylegesen mekkorák, és akkor tudunk dönteni az esetleges folytatásról. Köszönöm szépen. Gulyás miniszter úrtól kérdezném, hogy mit gondol arról, hogy Guy Verhofstadt, a liberálisok egyik európai vezére, arról beszélt, hogy az európaiaknak is szenvedniük kell a szankciók miatt. Hogyan értékeli ennek fényében az, hogy a magyar kormány is többször jelezte, hogy változtatni kell a szankciós politikán a következő hónapokban? Hát ez ma a baloldali álláspont Európában, ennek megfelelően természetesen idehaza is. A helyzet szerintünk az, hogy a szankciókról őszintén kell párbeszédet folytatni, mert természetesen sok minden mellett lehet érvelni. Senki nem vitatta, hogy helyes az a helyzetelemzés, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, és ezzel megsértette a nemzetközi jogot. De pillanatnyilag, ha a szankciókról készítünk egy látleletet, vagy egy pontos korképet, akkor azt látjuk, hogy Oroszországnak rendkívüli hasznot hoztak, hiszen az egekbe emelkedett a nyersanyag ára, Európát pedig elszegényítették, az európai gazdaságnak rendkívüli nehézségeket jelentenek. Tehát úgy nehéz morális alapokon állva érvelni, hogy annak, akinek kárt akartunk okozni, soha nem látott hasznot hoztunk a rendkívül magas olaj- és gázárakkal, az európai gazdaság pedig szenved, és itt minden egyes kormány, így ma a magyar kormány is azzal küszködik, hogy hogyan tud olyan programokat indítani, amelyek közpénzből életben tartják azokat a vállalkozásokat, amelyek energiaintenzív területen dolgoznak. És végezetül 16 évvel ezelőtt látott napvilágot az összeri beszéd. Ennek fényében hogyan értékeli az, hogy Dobrev Klára vezetésével úgy tűnik egy árnyékkormány alakulhat a jövőben, valamint az, hogy Dobrev Klára és a többi baloldali párt meglehetősen örömmel vette tudomásul azokat az EP határozatokat, miszerint Magyarország felszólították a bizottságot, hogy Magyarország semmiképpen ne kapjon uniós forrásokat. Az, amit a múlt héten láttunk az Európai Parlamentben, az a döntően a magyar baloldal kísérlete volt arra, hogy Magyarország ne jusson Európai Uniós pénzekhez. A magyar baloldali képviselők az Európai Parlamentben 5 millió forintot, de egy pontos idegennél jóval többet keresnek, mert az euró árfolyamnak a gyengülése az őket pozitívan érinti, hiszen euróban kapják a fizetéseket, tehát a több mint 5 millió forintot kereső baloldali európai parlamenti képviselők azon dolgoznak nemzetközi szövetségeseikkel, közülük is kitüntetett helyen Guy Verhofstadttal, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy a magyar tanárok, a magyar egészségügy és a magyar gazdaság olyan forrásokhoz jusson, ami nekünk jár, sőt, ami a miénk. Jó lenne, hogyha ezzel a tevékenységgel felhagynának. Én ezt egy rendkívül szomorú fejleménynek tartom, és innen is csak arra tudunk kérni mindenkit, hogy ezen a magatartásán akkor is változtasson, hogyha egyébként utálja a magyar kormányt. Ami a demokratikus koalíció Gyurcsány-Dobrev páros belpolitikai aktivitását illeti, ott azt tudom mondani, hogy ha bárkinek kétsége volt, hogy amikor a választási kampány során arról beszéltünk, hogy a baloldal valódi vezetője Gyurcsány Ferenc, akkor most nyugodtan megszabadulhat ezektől a kétségektől, és örömmel vagy szomorúan de konstatálhatja, hogy a kormánypártoknak, a Fidesz-KDNP-nek volt igaza akkor, amikor ezt mondta. Itt van feketén-fehéren, hogy Gyurcsány Ferenc még kormányzati felhatalmazás nélkül is szeret kormányt alakítani, úgyhogy javaslom az ezzel kapcsolatos korábbi vitákat áttekinteni, és értékelni, hogy kinek kell a véleményét megváltoztatni. Köszönöm szépen. M1. Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy hogy állnak a budapesti kórházak felújítási korszerűsítési munkálatai. Köszönöm. Az elmúlt években Budapesten is jelentős kórházfelújítások történtek. Volt egy nagyon jelentős, több tízmilliárdos program, amelynek keretében a kórházak váróhelyiségeit, mosdóit újítottuk föl, és van egy kész program, ami kórház építéseket és felújításokat is tartalmaz.
ez a program pillanatnyilag a beruházási stop áldozata, de ez nem azt jelenti, hogy bármiről lemondtunk volna. A Dél-Budai Centrum Kórház tervei lassan elkészülnek, hiszen ott egy folyamatban lévő tervezésről van szó. A Szent János Kórház felújításának, bővítésének tervei, ott egy szakrendelő építésének a terve is készen áll. Tehát minden program, ahogy elmondtuk korábban is, az továbbra is megvalósítandó. A kormány úgy tervez ezekkel, hogy amikor a beruházási stop véget ér, akkor ezeket meg kell és meg is lehet valósítani. Átmenetileg, mint azt a kormány nyilvános határozatából ismert, átmenetileg az új beruházásokat felfüggesztettük, de semmiről nem mondtunk le, semmit nem töröltünk, nem kizárólag annyi történt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, amelynek az okai ismertek, a kormány ezeknek a beruházásoknak a megkezdését elhalasztotta. ATV. Hadd kérjem azt, hogy legyen egyelőre 3 kérdés, és ha még mindenki végigmentünk, akkor még vissza tudunk térni. Az Csua Ildikó vagyok az ATV-től, és Gulyás miniszter úrtól szeretném kérdezni az ástopokkal kapcsolatos döntésről, hogy nyilván ennek a lakosság örül, de a benzinástopnak a meghosszabbítása 480 forintos árral nem okozhat-e üzemanyaghiányt. A MOL jelezte egy közleményben, hogy a partnereinek a jövő héttől csak 25%-át tudja a szerződött benzinnek biztosítani. Hogyha az elmúlt hónapokat értékeljük, és ebből tudunk a döntésnél kiindulni, akkor azt mondhatjuk, hogy kisebb fennakadások eddig is voltak az üzemanyagellátásban, de általánosságban mindenki tudott tankolni. És hogyha azt kell mérlegre tenni, hogy mi a jobb 800 forintos benzin és dízelár, és akkor minden kútnál van benzin, vagy pedig, hogy időnként vannak fennakadások, de 480 forintért lehet tankolni, akkor szerintem nem kérdés, hogy az utóbbi a jó megoldás, azért mi erre jutottunk, úgy látjuk, hogy az országnak vannak tartalékai, kétség kívül a MOL rendkívül érdeme az, hogy mint regionális multivállalat az ő működésének köszönhető, hogy egyáltalán képesek vagyunk egy ilyen ársapkát bevezetni, hiszen például az Európai Uniós gáztervek azért légből kapottabb, mert hogyha nem tudjuk ellátni magunkat valamiből, akkor hiába alkalmazunk ársapkát, de a MOL létének, regionális szerepének, nagyságának köszönhető az, hogy Magyarország ezeket a döntéseket meg tudja hozni. Mi úgy látjuk, hogy nem biztos, hogy teljesen zökkenőmentesen, de ezek az intézkedések a következő 3 hónapban fenntarthatóak. Természetesen egy rendkívüli helyzetben vagyunk, nem véletlenül van rendkívüli jogrend is. Ha bármilyen drámai változás van, akkor a kormánynak minden döntését át kell tekinteni. De a szándék az, hogy a magyar családok továbbra is 480 forintért tankolhassanak. Az uniós pénzekkel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy önökhöz eljutott-e olyan információ a kormányhoz, hogy az Európai Bizottság egy olyan javaslatot szándékozik tenni, hogy 3600 milliárdot visszatart a 7 éves költségvetés felzárkóztatási összegeiből, illetve hogy elegendő-e az a bizottság számára, ha a magyar kormány beterjeszti az integritási hatóságról, a korrupció ellenes hatóságról a törvényjavaslatot, illetve az alapítványok működésével kapcsolatban, összeférhetetlenséggel és közbeszerzéssel kapcsolatban egy jogszabálycsomagot? Igen, tehát a helyzet az az, hogy a bizottságnak nem volt olyan felvetése, amelynek kapcsán ne jutottunk volna kompromisszumra. Ebből adódóan, ha Magyarország ezeket a vállalásait teljesíti, akkor a kondicionálási eljárás megszűnik. Hogy technikailag egyébként mi történik, hogyha Magyarország nem teljesíti, ilyen javaslatokat ismerünk, most is van a mi asztalunkon, meg a bizottság asztalán is, de az ország számára az a legfontosabb, hogy a kondicionálási eljárás szűnjön meg. Ez nem csupán a kormány érdeke, ez minden magyar állampolgárnak a jól felfogott érdeke, hiszen ezen keresztül juthatunk olyan forrásokhoz, amelyek bennünket megilletnek. Még csak nem is az unió forrásai, a mi forrásaink, mert részben közös hitelfelvételen, részben pedig tagdíj befizetésen alapul, de olyan szabályok vannak az Európai Unióban, hogy mégis kell egy bizottsági döntés ahhoz, hogy ezeket megkaphassuk. Tehát a cél az az, hogy szűnjön meg a kondicionalitási eljárás. Ilyenkor technikailag valóban az a gyakorlat, hogy a bizottság leírja, hogy milyen szankciót javasol akkor, hogyha egy ország nem teljesíti azt, amit vállalt, de azt is hozzáteszi, hogy a vállalás, hogyha megtörténnek, akkor ez a bizottság valamennyi aggályát orvosolja.
erre lehet itt is számítani, de majd holnap lesz egy bizottsági kollégiumi ülés, döntés, és azt követően pedig ez a nyilvánossággal is, nyilvánosság számára is ismert lesz. A harmadik kérdésem, miniszter úr mondta a legutóbbi kormányinfón, hogy az iskoláknál változatlanul marad a hőmérséklet, vagyis hogy nem erősítette meg azt, hogy 18 fok lenne majd ott is. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a kormány kialakította-e az álláspontját, illetve a miniszter úr tárgyalta az önkormányzatok képviselőivel, Szita Károlynak a nevét említette, és hogy az önkormányzatoknál a rezsi költségekhez, amik 15-szörösek, vagy akár több, mint egyes intézményeknél 20-szorosak is lehetnek, milyen segítséget tud adni? Hát az első kérdésről is tárgyal ma a kormány. A javaslat az az, hogy az általános iskolákban legalább 20 fok legyen a hőmérséklet. Tehát 18 fok az csak gimnáziumra érvényes. Ez a javaslat, de még a kormány majd ma fog dönteni, valószínűleg ezt a javaslatot el fogja fogadni. A kérdés második felére azt tudom mondani, hogy mi volt a második része a kérdésnek? Miniszter úr mondta a legutóbbi kormányinfón, hogy Szita Károly... Igen, önkormányzatok. Igen, a megyei jogú önkormányzatok. Önkormányzatok kapcsán azt tudom mondani, hogy természetesen, ami igaz önkormányzatokra, ez igaz a magyar államra is. Tehát mi is ennyivel többet fizetünk minden közszolgáltásra. Természetesen azt is látjuk, hogy az önkormányzatok fizetőképességének is van egy határa. De az első teendő az az, hogy meghatározzuk azt a kört, ahol muszáj spórolni, ahol energia megtakarításra van, vagy lehet mód, és ezt követően megnézzük, hogy kell-e segítség, és milyen formában tudunk segíteni az önkormányzatoknak. Tehát a legfontosabb az az, hogy mindenki próbáljon meg a lehető legtöbbet spórolni, ahogy az állam is ezt megteszi, az állam intézményeknél meghozott döntéseket az előző kormányinfón is. De tárgyaltak, vagy találkoztak? Persze, találkoztam. Mert a találkoztam Szita Károllyal, igen. Elmondta, hogy mit jelent ez Kaposvár esetében, mit jelent a megyei jogúvárosok esetében, milyen információi vannak a többi önkormányzattól, és kormány a mai ülésén ezekkel foglalkozni fog, de itt még most döntés nem várható. Köszönöm szépen. Magyar Nemzet. Köszönöm, Máté Patrik vagyok a Magyar Nemzettől. Kicsit az Európai Uniós témákhoz visszatérve, sajtóinformációk szerint Brüsszel visszatáncoltott a gázársapkának a bevezetésének az ügyében. Hogyha ezek a hírek igazak, akkor ez a alagút végén a fény lehet, és esetleg beláthatják, hogy a szankciós politika az nem működik. Ez a józanész átmeneti győzelmét jelenti. Éppen azért, amit szintén már említettem, hogy miután Európa gáz tekintetében nem önellátó, ezért, hogyha olyan árat szabunk meg, amiért nem tudunk beszerezni gázt, akkor gázhiány lesz Európában, ez tönkreteszi a gázellátást, tehát akár a lakások fűtését, és az európai gazdaságot is. Miután ezt több ország is képviselte, nem csupán Magyarország, ezért a bizottság is arra jutott, hogy a végleges javaslat részévé már a gázsapkát nem tette. És még van egy jogi probléma, amit mi szintén elmondtunk, hogy éppen az előbb említett okokból a gázsapka az valójában egy szankciós intézkedés. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy orosz gáz nélkül az európai gázellátás nem biztosítható, a gáznak piaci ára van, és a piaci ár alatt meg egy ársapkát húzunk meg, az valójában egy szankciós intézkedés, az oda vezet, hogy nem fogunk tudni gázt vásárolni, ha pedig szankciós intézkedés, akkor egyhangúságot igényel. Tehát nem lehet az egyhangúságot megkerülni. Egyszer ezt a bizottság már a migráció kapcsán megtette, annak is nagyon súlyos következményei voltak. Úgyhogy szerintem érdemes ezt az utat nem újra végigjárni. Maradva az Európai Uniónál és visszatérve az Európai Parlament által héten elfogadott jelentésre, ami szerint hazánk hibrid választási autokrácia. Az elmúlt 12 évben már harmadszorra ítélték el hazánkat ilyen-olyan nevű jelentésekkel, meg különböző fogalmakkal illették Magyarországot, azonban ezeknek a jelentéseknek semmilyen jogi kötőereje nincsen. Ezután bármennyire is komolyan vehetőek ezek a jelentések, mi is ezek az európai parlamenti határozatok, amiket hoznak? Hát én egyetértek a miniszterelnöknek azzal a kommentárjával, hogy ez egy vicc, de már
nem is túl jó, és már rendkívül unalmas is. De azért a helyzet az az, hogy ha én lehetek kevésbé nagyvonalú, mint a miniszterelnök, ez valójában a magyar baloldalnak kísérlete arra, hogy Magyarország ne juthasson hozzá a magyar tanárokat, a magyar egészségügyet és a magyar gazdaságot megillető Európai Uniós forrásokhoz. Így kell erre tekinteni. Jogi relevanciája nincs az ügynek, de egy politikai nyomásgyakorlás a bizottságra, hogy ezeket a pénzeket Magyarország ne kapja meg. Meg kell nézni az európai parlamenti képviselőinket, a saját frakciójukban ők dolgoznak. Nyilván Magyarország a kapcsolatos információkat minden frakció a magyaroktól kap. A liberálisok is, a szociáldemokraták is, a zöldek is. Úgyhogy ezt várhatjuk a saját baloldali európai parlamenti képviselőinktől. Maradva még az utolsó kérdésemnél a magyar baloldalnál. Még leegyszerűsítem, hogy ők megkapják Euróban a fizetést, de Magyarország ne kapja meg ezeket a forrásokat. Szóval a magyar baloldalnál még egy kérdés erejéig maradva. Ugye már szóba került, hogy a Demokratikus Koalíció Dobrev Klára vezetésével árnyék kormányt alakít, miközben a baloldal az időközi választásokon sorra vereséget szenved, illetve Dobrev Klára szemében egy olyan személy alakíthat árnyék kormányt, úgymond, akit tavaly még a baloldal házi versenyén is leszavaztak. Ezek után bármennyire is lehet relevanciája annak, hogy mit csinál a baloldal, és milyen különböző módon akarnak napirendre kerülni? Hát azt a választók döntik el, hogy ennek van relevanciája vagy sem. Magyarországon immár 32 éve, 4 évente demokratikus választásokon dől el, hogy kialakít kormányt. Távol álljon tőlem, hogy nagyon megvédjem Dobrev Klárát, de azt a baloldali házi versenyt csak azért veszítette el, mert Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter egymásra talált. Tehát valójában az első fordulót ő nyerte meg, úgyhogy nem becsülném le az ő baloldalon belüli bázisát. Én azt tartom nagyon szomorúnak, hogy ha árnyék kormányról beszélni, eddig a magyar politikában szokatlan volt, nem nagyon emlékszem hasonló kísérletre, de árnyék miniszterelnök már van, és az éppen Dobrev Klára, hiszen nyilvánvaló, hogyha ő a miniszterelnök, akkor Gyurcsány Ferenc az, aki valójában a végrehajtó hatalmat irányítja. És szerintem egyszer már átélt az ország olyan éveket, amikor Gyurcsány Ferenc irányította a kormányt, és józan észre nehéz azt visszasírni. Köszönöm. Heti TV, maximum 3 kérdéshez kérjek. Köszönöm. Akkor kezdjük nagy miniszter úrral. Breuer Péter, Breuer Press és Heti TV. Az ön által felsoroltaknak van valahol az Európai Unióban példája, ahol ezt bevezették legalább 3 hónapra? Igen, alapvetően tanulmányoztuk az európai példákat, és lényegében júliustól és augusztustól felgyorsult minden országban hasonló program. Németországtól Lengyelországon át Litvániáig. Lényegében az uniós országok felénél van ilyen program, különböző jogcímek alapján, de mind az állami támogatások alól ad kivételt, és energiaintenzív vállalatokat támogat, az energiaköltségeket támogatja, egyrésztről működési költség tekintetében, másrésztről pedig beruházás tekintetében, hiszen mindenkinek az a lényeg, hogy ha egy átmeneti likviditás után is azért hosszú távon a versenyképességük javuljon, feltételezve, hogy akár ez hosszú ideig is fennmaradhat ez az energiaár. Ebben Magyarország is megvizsgálta a lehetőségeit, és azt látja, hogy a bizonyos szektorai energiaintenzívek. Mi meg is néztük ezt, különben 116 szektor van, aki így energiaintenzív, és azt néztük, hogy hogyan kell céloznunk, hiszen persze lehet azt mondani, hogy akkor mindenki nyaklótlanul kapjon pénzt és vigye, de ez egy alapvetően egy hatékonytalan dolog, hiszen nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az energiaválság után is a KKV-k azok életképesek maradjanak, versenyképesek maradjanak, és megvédjék a munkahelyeket. Tehát mi nekünk erre kell készülni, ezért céloznunk kell. És ebben a célzásban nem véletlen, hogy a feldolgozóiparra célozunk, hiszen a termelői szektor a legfontosabb. Azt is látjuk, hogy nem csak a működési költség, hanem a beruházás finanszírozás nagyon-nagyon fontos, és adott esetben a nagyvállalatokat sem tudjuk kihagyni ebből, ezért lesz majd gyármentő program is. Ennek a részleteiről még nem tudok beszámolni, a munka folyik, de nagyon gyorsan szeretnénk haladni, hiszen azért minden nap számít, tehát minél hamarabb vissza fogunk jönni, és tájékoztatni fog mindenkit erről. Köszönöm. Gulyás miniszter úr, az Amerikai Egyesült Államok közzétett egy listát, hogy melyek azok az országok, és
és ebbe az egész környék, tehát Nyugat-Európa, Közép-Európa, mindenki benne van, akik kölcsönt, illetve fegyver vásárlásra pénzt kapnak. Magyarország nincs ezen a listán. És akkor felmerül a kérdés, hogy ugyan fegyvert mi nem szállítottunk, de több mint 1 millió ember életét mentettük meg. Gyógyszerküldeményekkel, élelmiszerrel, szociális segéllyel. Ezek után az Amerikai Egyesült Államok részt vehet a magyar haderőfejlesztésben? Ugyan sajnálom, hogy Magyarország ilyen jellegű juttatásban nem részesül, de a kettő kérdést mégse kötném össze. Tehát a helyzet az, hogy Amerika nyilvánvalóan azt próbálja premizálni, aki fegyvereket szállít Ukrajnának, mi pedig világosan elmondtuk az ezzel kapcsolatos kormányzati álláspontot. Tehát életet mentettünk másképpen. De úgy tűnik, hogy a fegyverszállítás nagyobb érték a támogatók szemében, mint az életmentés. De ezt erre a kérdésre már nekik kell választ adni. Én azt tudom csak mondani, hogy a haderőfejlesztést én ezzel nem kötném össze. Mindenki, aki a mi szövetségesünk, és akit mi annak tekintünk, és jogilag is szövetségesünk, annak el kell döntenie, hogy miként viszonyul egy országhoz, amely egyébként nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az ukrán háború, vagy az orosz-ukrán háború humanitárius katasztrófáját el lehessen kerülni, és nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy az ide érkező menekültekkel emberségesen bánjunk, illetve bánjanak azok a szervezetek, bánhassanak azok a szervezetek, amelyek óriási munkát fektettek ebbe. Gazdasági világválság ugye itt dörömböl az ajtón, és nagyon fontos, hogy minden nemzetnek legyen saját légifuvarozója, legyen olyan repülőtere, ami a saját tulajdonát képezi. Ezzel már milliószor tettem föl kérdéseket. Most viszont hála az örökkévalónak egy magyar légitársaság megalakult. Vajon a magyar kormány ebben a légitársaságban, ami jelenleg még majd csak kárgóval és helyi kisebb távú repülésekkel fog dolgozni, vásárol ebben a magyar kormány egy arany részvényt, illetve magyarul részt fog-e venni ennek a repülőtársaságnak a működtetésében valamilyen formában? Ilyen döntés, hogy önre nem született. És akkor összevonnám az utolsó kérdésemet, hogy Szóvő asszonynak igaza legyen, hogy én is betartom a három kérdést. Ferihegyi repülőtérrel mi történik? Teljesen lekerült, vagy majd, hogyha kitör a gazdasági világbéke, akkor lesz? Illetve Lázár János listáján, miniszter úr listáján, adjuk meg a megfelelő tiszteletet, a Belgrád-Budapest vasútvonal végleg ki van húzva, vagy csak átmenetileg? Kérdezem akár mindkettőjüket, biztos tudnak valamit mondani, hisz a gazdasági válság elkerülésére, vagy jobb átételére szükség lenne erre is. Igen, átmenetileg sincs kihúzva, tehát folyamatosak a munkák, és a repülőtér megvásárlási szándékunk sem változott. Köszönöm a lehetőséget. Index. Szabó Gyula Indextől, és az első kérdésünk az az, hogy ha megérkeznek az uniós pénzek, akkor garantált-e a pedagógus béremelés? Igen. Hogyha a operatív programokról is meg tudunk állapodni, akkor igen. Rendben, köszönöm. Méghozzá gyorsabb ütemben és nagyobb lépésekben, mint ahogyan azt korábban itt önökkel megismertettem, de majd amikor megállapodás lesz, akkor tudjuk ezeket részleteiben is ismertetni. Milyen alternatívát tud kínálni a kormány a szankciós politikával szemben? Tehát mit kéne akkor csinálni, ha nem szankcionálni Oroszországon? Ahol minek nagyon világos véleményünk volt, az energetikai szankciók területe. Tehát, és ez nem csak a mi véleményünk volt. Volt egy versailles-i állam- és kormányfői csúcs idén március 20-valahanyadikán, ahol még az állam- és kormányfők egyetértettek abban, hogy természetesen diverzifikálni kell, tehát azon mindig is egyetértettünk, hogy azt a lehetőséget Európának és Európa valamennyi országának meg kell teremteni, törekednie kell rá és meg kell teremteni, hogy lehessen választani, hogy honnan veszünk gázt, honnan veszünk áramot. Többször elmondtam, hogy 2010 óta már nem kettő, hanem hat szomszédos országgal van interkonnektora Magyarországnak. Ezeket ennek érdekében mi építettük ki. Ha más is ugyanígy elvégezte volna ezt a feladatot, akkor most nem lennénk ilyen nehéz helyzetben. Tehát Versailles-ban egyetértés volt, hogy a diverzifikáció igen, de energetikai szankciókra nem a helyes válasz. Az a baj, hogy az Európai Unió eltért ettől, és azokkal a szankciókkal, amelyeket elfogadott, hihetetlen sok pénzt adott Oroszországnak, és tönkretette, vagy legalábbis rendkívül nehézséget okoz az európai gazdaságnak. Ez egy rossz üzlet.
Nagy miniszter úrtól szeretném kérdezni, hogy ön szerint Amerikának jó vagy rossz-e a jelenleg kialakult háború? Korábban úgy nyilatkozott, hogy az amerikai gazdaság azért meglehetősen furcsán reagált rá, hogy most hogy látja amerikai makrogazdaságnak jó vagy rossz az háború? Maradjunk a szankcióknál. Tehát, ha csak azt nézzük, hogy mennyibe kerül a gáz Amerikába, az Egyesült Államokba, ugye LNG-ről beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy hatod annyiba, mint az Unióba, illetve Ázsiába. Ez azt jelenti, hogy az amerikai cégeknek az energiaköltségei azok lényegében ott vannak, mint egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt voltak. Ezt különben Henry Hubnak hívják, tehát Henry Hub Index, valaki ezt rákeres és megnézi, meg tudja nézni, ez egy flat dolog. Magyarán egy vízszintes vonal nem változott. Miközben Európában és Ázsiában, és főként Európában a gázárak többszörösére emelkedtek. Tehát ilyen versenyelőnyre szert tenni, erre azt kell, hogy mondjam, hogy az Egyesült Államok az egyik legnagyobb nyertese a kialakult helyzetnek és a szankcióknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, TV2. Köszönöm szépen, Hordosi Dániel vagyok a TV2 tényektől. Az utóbbi hetekben több baloldali szereplőről, pártról, illetve politikusról is kiderült, hogy külföldről, Amerikából, illetve Svédországból fogadtak el pénzeket. Mi a kormány véleménye erről? A kormány véleménye az, hogy jogszabályokat mindenkinek be kell tartani. Teljesen világos szabályok vannak, ezért ki kell vizsgálni minden ilyen ügyet. Első szó az a jogszava kell, hogy legyen, hiszen politikai célokra, politikai pártoknak nyújtott pénzügyi támogatást a magyar törvények 1990 óta következetesen kizárják. Hozzáteszem, az országok nagy többsége így szabályozza a saját belpolitikáját, pont azért, hogy külföldről ne lehessen ezen az úton befolyást szerezni. Tehát itt az érintett pártoknak, személyeknek, szervezeteknek világos válaszokat kell adni, és először is azt kell tisztázni, hogy túl azon a tömeges személyiségi jogsértésen, amit a baloldal a kampány hajrájában elkövetett, ezen túl más szabálytalanság, más jogellenesség, esetleg ennél súlyosabb jogellenesség is történt-e vagy sem. Még egy kérdésem lenne, ez pedig a migrációról. Ugyanis szinte napra pontosan 7 évvel ezelőtt zajlott az úgynevezett röszkei határtámadás. Mennyire változott azóta a helyzet? Milyen jelenleg a helyzet a déli határon? Drámaian rossz. Nyugodtan mondhatom, hogy az a helyzet sajnos, hogy olyan nehézségekkel szembesül az ország, hogy ami korábban első számú hír lett volna, az ma épp hogy befér a hírműsorokba. De hogyha itt csak a legutolsó számokat nézem, akkor pénteken 725 embert tartóztattak föl a határon, az ezt megelőző, illetve követő napokban 695-559 jogellenes határátlépési kísérlet történt. Tehát az jól mutatja a helyzetet, hogy heti 5000 fő körül próbálnak meg jogellenesen átjutni a kerítésen. Szerencsére szinte mindenkit sikerül visszatartani, visszavezetni és a határt megvédeni. Ez a kerítés nélkül lehetetlen lenne. A röszkei események 7 évvel ezelőtt is arra hívták fel a figyelmet, hogy egy állami létnek az egyik legfontosabb attribútuma az az, hogy van határa, és a határokat képesek vagyunk megvédeni. Magyarország képes határok megvédésére, és az a határvadász egység, ami most létrejött, az szerintünk a határvédelem hatékonyságát tovább fogja javítani. Nagyon szépen köszönöm. RTL Klub. Köszönöm szépen. Magyar Éva vagyok az RTL Hírodótól. Nagy Márton miniszter úrhoz szólna az én első kérdésem is. Ön a közelmúltban több interjúban és előadásában érvelt az ársapkák fenntartása ellen, hosszú távú fenntartása ellen. Majdnem pontosan is tudnám idézni, de a lényeg az volt, hogy azt mondta, hogy ezek teljesítették a küldetésüket, eljött az idő, hogy kivezessék őket, ma akkor még mégis arról döntött, hogy fenntartják ezeket. Ön is támogatta ezt a javaslatot, és meddig lesznek most meghosszabbítva? Igen, támogattam. Alapvetően az ársapkák továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy egy nem normál piaci beavatkozások. De jelenleg nem egy normális piaci körülmények vannak. Egy szankcióval terhelt energiaválságban vagyunk. Az infláció emelkedik, a családoknak a terhei növekednek. A kérdés mindig akkor, ilyenkor úgy merül föl, hogy az energia
költségek növekedése, élelmiszerárak növekedése, vagy a kamatok növekedése tekintetében mikor kell elengednünk az ársapkákat. Hát jelenleg az inflációban nem látjuk a fordulópontot. Azt kell mondanom, hogy a Nemzeti Bank előrejelzése szerint is a következő hónapokban tovább emelkedhet az infláció, és legutóbb a Nemzeti Bank alelnöke szerint is csak 23-ban várható az infláció csökkenése. Ilyen helyzetben, és nézve a telet is, azt kell, hogy mondjam, hogy nem indokolt az ársapkáknak a kivezetése. Természetesen nem fog velünk maradni örökké, tehát továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy az ársapkákat előbb-utóbb ki kell vezetni, de azért a pontos időzítést azért meg kell tenni. Ezzel együtt azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy az üzemanyagársapkák tekintetében jelen pillanatban már csak a családokat védjük meg. Tehát például lépéseket tettünk abban, hogy például a vállalkozók vagy a cégek tekintetében már piaci árat kell fizetni. Tehát ha így nézzük, az üzemanyagársapka tekintetében léptünk egyet, de azt nem adtuk föl, és ez nagyon fontos, hogy a családokat továbbra is megvédjük. És ez a kamatstopnál is igaz, az élelmiszerstopnál is igaz, és az üzemanyagárstopnál is igaz. December 31-e a dátum? Igen, és a kamatstop esetén pedig ugye jövő év június vége, hiszen az fél évente kerül meghosszabbításra, szabad így mondanom, és a kormány megtárgyalta, és adott esetben azt jelezte, hogy meg fogja hosszabbítani a kamatstopot. Itt nagyon fontos az, hogy ugye itt alapvetően a jelzálog hiteleknek a kamatstopjáról van szó, az olyan hiteleknek, amik mögött lakások vannak, és azért tudjuk, hogy mennyire felemelkedtek a kamatok, tudjuk az energiaárak kérdéskörét, tudjuk az élelmiszer, tudjuk az infláció kérdéskörét. Tehát a családokat nem lehet azzal terhelni, hogy ezek a magas kamatok megjelenjenek a hiteltörlesztésben. Ezért döntött úgy a kormány, hogy plusz fél évvel ezt meg fogja hosszabbítani. Ez azt jelenti, hogy tehát jövő év első fél évben is fennmarad a kamatstop. Gulyás miniszter úr beszélt már az önkormányzatokról. Az a kérdésem, hogy nemzeti energiacsúcs lesz, és tudja-e teljesíteni azt a kérést a kormány, hogy ársapkát vezet be az önkormányzati energiabeszerzésekre is, illetve ez tartozó kérdés, hogy mi lesz a kórházakkal, rendelőintézetekkel, ők hogyan fizetik ki a rezsit, kapnak erre plusz pénzt? Egyelőre csak azt tudom megismételni, amit elmondtam, hogy mindenkinek a saját területén kell spórolni, a lehető legtöbbet megtakarítani az állami intézményeknél, és az állam részét képezik ilyen szempontból az önkormányzatok is. Ezt tesszük most mi is, ezt várjuk az önkormányzatoktól is, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk. Kórházak, rendelőintézetek? Ott egyet tudok mondani, hogy olyan helyzet nem állhat elő, hogy kórházat vagy rendelőintézetet be kelljen zárni. Tehát a szabályokat, hogyha valaki megnézi, akkor a hőmérséklet csökkentés is az állami intézmények esetén néhány kivétellel valósul meg, a kórházak azok ebbe a körbe tartoznak. A Szent Imre kórházban viszont ezen a hétvégén nem lehet szülni. Vizsgálja a kormány, hogy ennek mi az oka, illetve ez kapcsolódó kérdés, hogy a belügyminisztérium az abortusz törvény szigorításával hol, mikor, milyen formában egyeztetett az Országos Bába Szövetséggel? Senkivel semmiről se egyeztetett, tekintettel arra, hogy nem történt semmilyen szigorítás abortusz törvényben, évek óta nem is változtattunk rajta. Nem az abortusz törvényre vonatkozott a kérdés, hanem arra vonatkozott szó a kérdés. Szó szerint ezt tetszett mondani. Igen, bocsánat, eltévesztettem. Szóval, hogy azok a változások, amik most hatályba léptek, ezek milyen egyeztetéssel történtek? Tehát a legfontosabb állítás az az, amire az önkérdése helyesen hívta fel a figyelmet, hogy az abortusz törvény nem módosult. Ilyen értelemben a nők döntési joga is változatlanul szabad. Van egy egészségügyi szakmai kollégium, általában ezeknek a szakmai kollégiumoknak a döntéshozatalát ajánlásait vesszük figyelembe. Az egészségügyi szakmai kollégium fogalmaz meg irányelveket, és ezeket fogadjuk mi el. Ez történt most is, ez a nőknek a döntési szabadságát nem érinti. Igen, csak az egészségügyi közlönyben az jelent meg, hogy az Országos Bába Szövetséggel egyeztetett erről a belügyminisztérium, ez a szövetség pedig 5 évvel ezelőtt megszűnt. Én ilyet nem mondtam. Mármint mit nem? Hát azt, hogy kivel egyezte a belügyminisztérium, a belügyminisztériumtól javasol megkérdezni. Elmondtam, hogy kinek a véleményét vette figyelembe a belügyminisztérium. Köszönöm szépen. Magyar Hírlap.
Köszönöm. Viland Gabriella vagyok, a Magyar Hírlapta. Gulyás miniszter úrtól szeretném kérdezni, hogy a kialakult energiavészhelyzet miatt, veszélyhelyzet miatt megfogalmazódott, hogy esetlegesen újra nyitják a barna kőszén bányákat. Milyen energiamixet alkalmaznak a jövőre nézve, milyen energiamix támogatását látják jónak? Tulajdonképpen felmértük azt, hogy hány olyan háztartás van, akik akár barna kőszénnel is tudnak fűteni. A belügyminisztérium ezt kémények állapotát is figyelembe véve pontosan felmérte, és azt látjuk, hogy nagyon komoly energiaspórlás érhető el, hogyha barna kőszénnel is lehet fűteni, és az is egy olyan alternatívan megfizethető és akár még más energiahordozókhoz való hozzájutásnál olcsóbb. Ezért a kormány mai ülésén is hoz olyan döntést, ami lehetővé teszi azt, hogy a magyarországi kitermelhető barna kőszén mennyiség az nagy mértékben növekedjen. Köszönöm szépen. Ellátás biztonság tekintetében hazai gáztározók hogyan állnak? Hazai gáztározók jól állnak. Ha megnézzük, akkor két adat van. Ebből az egyik az a töltöttségi szint, de nem az a fontos. Egyébként, hogyha ezt megnézzük, akkor a tárolt földgáz mennyisége az 4,4 milliárd köbméter, és ami a lényeg, miután a kapacitás az országról országra eltérő, ezért az a kérdés, hogy ez hány téli napra elegendő. A tárolt mennyiség az ország ellátásában 89 téli napra elegendő, ez mind az ipari, mind pedig a háztartási fogyasztást jelenti. Tehát ha csak a lakossági téli ellátást nézzük, akkor 185 téli napra, hál' Istennek ennyi nincs is elegendő a tartalék. Úgyhogy fel vagyunk készülve, és nagyon jól állunk. Nagyon szépen köszönöm. Magyar Fórum. Köszönöm szépen, Medvecki Attila, Magyar Fórum, magyarforum.info. Az Európai Parlament által elfogadott jelentésben szereplő két állítás ellen miniszter úr szerint tiltakozhatnának-e maguk az érintettek, jelesül a hazai zsidó szervezetek vezetőit cáfolhatnák meg igazán azt a hamis vádat, hogy hazánkban tombol a rasszizmus, vagy akár a cigány szervezetek is. Menekült ügyben pedig talán az EU kapuját dörömböl Zelenszkij ukrán elnöknek nem lenne erkölcsi kötelessége megszápolni az állítást, mikor tudjuk, hogy köszönetét fejezte ki az ukránok befogadása miatt a magyar kormány felé. Tehát sokaknak kéne elítélni és visszautasítani ezt a jelentést, de mindenki fel van mentve, hogyha azt mondja, hogy nem vette komolyan, mert akkor is helyesen járt el. Tehát az, hogy ha ezekbe belemegyünk, csak nem akarok senkit sem bántani vagy sértegetni, de olyan országok, ahol valóban kézzelfogható az antiszemitizmus, ahol ma is ölnek meg vallásuk miatt zsidókat, azok nehogy már Magyarországnak adjanak leckét arról, hogy mit kell csinálni. Értem. Tavaly júniusban fogadták el az önkormányzati bérlakásokat privatizáló törvénymódosítást. Ennek a rendelkezés, ha jól tudom, tavaly novemberben léptek hatályba. Az első kerületi önkormányzat pedig azt vállalta, hogy 6 hónapon belül megfelel a rendelkezésben írottaknak. Ez tudomásom szerint nem történt meg. Na most azzal, hogy az időközi választás nyertese kormánypárti többség lett, várható-e, hogy az önkormányzat a törvényi előírások szerint végre segíti azokat, akik meg szeretnék venni a bérlakásukat, mert eddig csak gátakról hallottunk. Hát azt reméljük, hogy az első kerületi önkormányzat jogszerű működése az helyreállhat, tekintette arra, hogy eddig akik jogszerűen laktak benne a lakásukban, azokat megpróbálták kiperelni és eltávolítani onnan, akiknek meg el kellett volna adni, az ingatlan azok nem adták el. Reméljük, ez most fordítva lesz. Az indokolatlan perekre szerintem semmi szükség, ahol pedig a jogszabály lehetővé teszi azt, hogy valaki megvásárolja azt az ingatlant, amiben 20-25-30 éve benne él, és amit mindenhol máshol megvásárolhatott, hogyha éppen nem az első kerületben élt a rendszerváltozást követő időszakban, arra most itt is sor kerülhet.
Utolsó kérdésem nagyon rövid, hogy válaszolt-e már a magyar külügy Filippo Grandinak, az ENSZ menekültügyi főbiztosának, aki Olaszországban azt állította egy héttel ezelőtt, hogy azok a kormányok, amelyek szigorú határellenőrzést vezetnek be az illegális bevándorlók megállítására, ezt rasszista indítatásból teszik. Az ENSZ-en belül megbúvó anarchistákkal külön nem foglalkozunk. Köszönöm. HVG. Jó napot kívánok, Lengyel Tibor vagyok, hvg.hu-tól. Gulyás miniszter úr említette, hogy igazából az Európai Bizottság holnapi bejelentését viszonylag nyugalommal várják, ha jól értettem, meg a kondicionálási eljárásban is megnyugtató kompromisszumokról beszélt, meg jövő héten érkeznek törvények, stb. De nyilván azért a rosszabb forgatókönyvre is készülnek, tehát vannak-e olyan forgatókönyvek, tárgyalt-e ilyenről a kormány, hogy 2000 milliárd, 4000, 6000 milliárdos támogatás megvonások esetén mik kellene, hogy történjenek, milyen projektek, programok halasztódnak, illetve például a többször elhangzott konkrét ígéret, ugye a pedagógus béremelés, ha nem ebből, akkor másból meg tud-e valósulni. Van egy rendje az uniós döntéshozatalnak, ezért mi teljes nyugalommal várjuk a holnapi döntést, és nem kellett ilyeneket megtárgyalnunk, és nem is tárgyaltunk meg. De azért, mert ez a kincstári optimizmus, vagy nem is készülnek ilyen forgatókönyvre? Az egymás után hangzó mondatoknak volt köze egymáshoz, tehát van egy rendje az Európai Uniós döntéshozatalnak, ezért teljes nyugalommal várjuk a holnap mindenki számára megismerhető döntést. Köszönöm. Van-e konkrét időpontja annak, hogy mikor írják ki a nyílt pályázatot erre a bizonyos közbeszerzési integritási hatóság tagjaira, és kik lesznek a bírálóbizottságnak a tagjai? Minden részletről beleértve az időbeli előrehaladást is megállapodtunk, és szerintem holnapi nap után nem lesz akadálya annak, hogy ezt a nyilvánosság is megismerhesse. Értem. Ön ott volt Köcsén, úgyhogy bizonyára meg tudja mondani, hogy arról beszélte Orbán Viktor, ami kiszivárgott, úgy beszélte róla, hogy 2030-ban felül kell, vagy érdemes megvizsgálni azt, mert addigra leszünk az EU-ban nettó befizetők, hogy érdemes-e fenntartani az EU tagságot, mérlegelni kell az előnyeit, hátrányait. Biztos, hogy mondjuk csak a pénzen kívül nem érdemes még mást is mérlegelni egy ilyen, mondjuk egy kormány által kezdeményezett Huxit népszavazás előtt? Tehát túl azon, hogy ezek a szivárogtatások az utóbbi időben nagyon rosszul sikerülnek, ezért ami ott le van írva, abból úgy semmi nem igaz. Azt tudom mondani, hogy bármilyen nemzetközi szervezetben való tagság előnyeit meg hátrányait mindig érdemes mérlegelni, de mi mindig tudatosan arra jutottunk, hogy az Európai Uniós tagságnak Magyarország számára lényegesen több az előnye, és azt is elmondtuk, hogy nem elsősorban a pénzügyi uniós források miatt van előnye, mert ha valaki kiszámolja, hogy Magyarországnak jutó források a következő 7 évben a helyreállítási alapforrásait is ideértve mennyit jelentenek, és mennyi a tagdíjbefizetés, és mennyi a közös hitelfelvétel, és mindent osszoroz, akkor azt a végeredményt fogja kapni, hogy körülbelül 2 milliárd euró éves szinten a nettó haszon, ami, hogyha megnézzük az ország GDP-jét, akkor nagyjából 1,4%-a a magyar GDP-nek. Tehát Magyarország számára az uniós tagságból adódó előnyöket elsősorban ma sem az jelenti, hogy uniós forrásokhoz jutunk, hanem az, hogy van egy közös piac, van egy határmentes térség, ez pedig akkor is adott lesz, hogyha a befizetések és a kifizetések aránya másként néz majd ki. Köszönöm. Az Egyesült Államok tájékoztatta Magyarországot arról, hogy itt történtek-e orosz befolyásolási kísérletek és konkrét ügyeket, személyeket megnevezette valamilyen diplomáciai csatornán? Nem tudok ilyenről. Köszönöm, és egy utolsó, és ez nagyon rövid lesz. A jövő évi minimálbérről folynak-e tárgyalások, illetve mi a kormánynak a célszáma, úgymond ez ügyben tekintve a rekordokat döntő inflációt? A kormány hozzáállása a minimálbér meghatározásához mint egy évszerre változatlan, a munkaadók és a munkavállalók tárgyalnak egymással, és hogyha ők megegyezésre jutnak, akkor ezt a kormány minden esetben jóvá hagyta. Mi azt annak örülünk, hogyha ilyen megegyezés létrejön. Esetleg egy célszámot, amit a kormány
indokoltnak tartana jelen helyzetben. De ahogy egy évtizeden nem nehezítettük meg a munkaadók és a munkavállalók tárgyalásait azzal, hogy mi beleszóltunk volna, ezt idén sem fogjuk megtenni. Köszönöm. 444. Hasszán Zoltán vagyok a 444-től. A Gulyás miniszter úrtól kérdezem, hogy mi a véleménye arról, hogy leváltották a Miskolci gimnázium igazgató helyettesét azért, mert tiltakozott a társaival, és felhívta a figyelmet a közoktatás problémáira. Hát és a tankerületek is folyamatosan fenyegető üzeneteket írnak azoknak a pedagógusoknak, akik részt vesznek ebben a... Ha ennyi történt volna, amit ön elmond, akkor nagyon helytelennek tartanám, de ha az történt, amiről engem tájékoztattak, hogy megsértette a jogszabályokat, akkor viszont nem lehet egy igazgató helyettest a hivatalában tartani, legnagyobb jó indulattal sem. De ugye azt ön is, meg több kormánytag is elismeri, hogy a pedagógusok fizetése alacsony. Ez így van. Hogyan, mi módon lehetne felhívni arra a figyelmet, hogy a pedagógusok szerint az alacsony és problémáik vannak a közoktatással? Hát, ha jól értem, akkor azt kérdezi tőlem, hogy lehet a kormány ellen tiltakozni? Hogy lehet felhívni egy figyelmet egy olyan problémára, ami a kormány szerint is valós probléma? A kormány ellen, mint az elmúlt 12 év, meg 2006 őszétől eltekintve, amikor baliberális kormányzás volt Magyarországon, az elmúlt 32 évben látható volt, mindenféle demokratikus formában és alkotmányos és törvényes keretek között lehet tiltakozni. Törvénytelenül nem. Igen, csak hogy ugye most pedagógusokat fenyeget a tankerületi is, Maruzsa állampiker. De ez tévedés. Mert? Mert senki nem fenyeget senkit. A helyzet az, hogy a tiltakozásnak vannak jogszerű, meg jogellenes formái. De a jogszerű tiltakozás formáit önök szűkítették le például a sztrájk lehetőség minimalizálásával, és azt mondják, hogy a polgári engedetlenség sem megoldás. Tehát ez egy véleménykérdés, hogy leszűkítettük-e, mert Németországban nincs állami alkalmazottnak sztrájk lehetősége. Tehát a sok szempontból olyan szép példaként tekintett Németországban, hogy pedagógus nem sztrájkolhat. Nálunk van a pedagógusoknak sztrájkjoga. Az egy más kérdés, hogy a szülőket az állam és a pedagógusok vitájában nem érdemes érintetté tenni. Tehát szerintem a szülőket semmiképpen ne büntessük meg, a magyar sztrájk szabályozás ezt szolgálja. De van Magyarországon a pedagógusoknak sztrájkjoga, Németországban például nincsen, és a tiltakozásnak számtalan alkotmányosan elismert formája van. A törvénysértés az egy tanártól nem fogadható el, akkor sem, hogyha ezt helyes cél érdekében teszi. 2010-ben azt írták a Nemzeti Együttműködés programjában, hogy fontos tényező a pedagógusok, oktatók és nevelők megbecsülésének és tekintélyének helyreállítása is. 12 év után elértünk már idáig? Nem, 3-4 év után értünk el idáig, amikor is jelentősen megemeltük 13-14-ben a pedagógus béreket, úgyhogy még az egyébként velünk politikai alapon is ellenséges pedagógus szakszervezetek is azt mondták, hogy valóban ez egy olyan lépés, ami az átlagbérhez és a diplomás átlagbérhez képest a pedagógusok fizetését oda emeli, ahol annak lennie kell. De kétségkívül igaz, többször elmondtam itt is, hogy az elmúlt években 2014-15 óta jelentős béremelés történt Magyarországon, és bár a pedagógusoknál is volt béremelés, de ütemét tekintve nem követte az országban végbent általános béremelést. Ezért kell gyorsabban és nagyobb lépésekkel emelni. Mi azon dolgozunk, hogy olyan megállapodást tudjunk kötni az Európai Unióval, ahol ezeknek a 1000 milliárdos nagyságrendű költségeknek egy részét, egyébként kisebb részét az Európai Unió finanszírozza. A magyar baloldal meg azon dolgozik, hogy magyar tanárok ezt a pénzt ne kaphassák meg. Úgyhogy nem biztos, hogy jó címen gyakorol kritikát, de természetesen azt elfogadom, hogy a pedagógusok bére nem elég magas, és hogy emelni kell, és hogy ebben a kormánynak van felelősség. De ugye a következő ciklusig érte 2027-re 800 000 forintos. Hangot kaphatok, elnézést kérek. Az a helyzet, hogy már régen a három kérdésen túl vagyunk. Tehát a riportforma az itt a kormány infon nem működik, de egy utolsó kérdésre még parancsoljam. Rendben. Az ukrán helyzet, hadi helyzet változása az hat-e a magyar kormánynak az álláspontjára, hogy ezt a háborút csak Oroszország nyerheti meg, és nem érdemes a megszállók ellen harcoló ukránoknak fegyvert szállítani? Mi a fegyverszállításnál soha nem az ukránok csekély, létező, vagy annál is kevesebb esélyéből indultunk ki a háború megnyerésére, hanem azt mondtuk, hogy Magyarország egy speciális geopolitikai helyzetben van, hogyha mi fegyvert szállítunk, akkor azt csak és kizárólag Kárpátalján keresztül tudjuk szállítani. Ezzel pedig Ukrajnának azt a részét, ahol magyarok élnek, és ami pillanatnyilag az orosz támogatásoktól mindez ideig védett volt, célponttá tennénk. De nem támadtak meg egy fegyverszállítmányt sem eddig.
Hát több olyan, de nem több olyan gyárat is bombáztak, ahol az orosz állítás szerint fegyverek voltak. Nem támadtak meg az oroszok. Hát, az nem kérdés, hogy minden háborúban, hogyha valahol fegyvereket szállítanak, akkor az a terület, az ki van téve támadásoknak. Aztán ez mikor következik be, és mikor nem, ez a hadi szerencse függvény. De változott a kormány álláspontja. Akkor a következő nem, a kormány álláspontja változatlan, bár én nem emlékszem olyan kormányzati álláspontra, amit ön itt kormányzati álláspontként adott elő. Bocsánat, hírtévé. Mi nem jósolunk azzal kapcsolatosan. Van egy katonai realitás, de mi ezzel kapcsolatos jóslatokban nem bocsátkoztunk, legalábbis én nem emlékszem ilyenre, de ha ilyen történt, az sem változtat azon, hogy a háború megítélése kapcsán nekünk mindig is volt egy világos véleményünk, ami egyébként megegyezett a másik 26 Európai Uniós tagállammal, hogy ebből mi következik, milyen teendő következik, illetve egyébként az orosz magatartásról mit feltételezünk. Tehát egy NATO tagállam fenyegetette orosz támogatástól vagy sem, ebben már vannak nézetkülönbségek, és ebben már nem értünk egyet több európai uniós tagállammal, különösen a baltiakkal és a lengyelekkel. Hír TV. Jó napot kívánok, Bálint Eszter vagyok a Hír TV-től. Az első kérdésem az lenne, hogy mit lehet tudni a hatósági áras fa biztosításának fenntartásáról? Holnap az agrár miniszter úr részletesen be fogja jelenteni mindazt, amit a tűzifa vásárlással kapcsolatosan tudni érdemes, tehát korábbi vállalásainkat továbbra is fenntartjuk, nem venném el az ő kenyerét csak egy mondatban. Aki télire tüzelőfát kér, minden háztartásnak 10 köbméternyi fa vásárlására van lehetősége, és hatósági árat vezetünk be. Ezeket holnap a miniszter úr ismertetni fogja. Egyre több önkormányzati választáson nyernek a kormánypártok. Ezt hogyan értékeli? Egyrészt köszönjük szépen a választóknak a bizalmat. Másrészt meg úgy tűnik, hogy valószínűleg mi jól érzékeljük azt a valóságot, hogy amikor egy ország nehéz helyzetbe kerül, és egészen szélsőséges véleményektől eltekintve senki nem vitatja, hogy önhibánkon kívül kerültünk abban a helyzetben, amiben vagyunk, hiszen az összes szomszédos ország, az összes európai ország ugyanazokkal a komoly problémákkal küzd, energiaáremelkedés, infláció. Tehát amikor egy ország nehéz helyzetben van, akkor nem biztos, hogy az egyetlen cél az a kormány támadása és az egyébként nekünk járó pénzek elvonásáért tett külföldi küzdelem, vagy folytatott külföldi küzdelem, hanem lehet, hogy bizonyos ügyekben akár még együtt is lehetne működni. Tehát egy rendkívüli helyzetben az összefogásnak mindig több tere és helye van. És miután az ellenzék nem ezt az utat követi, én úgy gondolom, hogy az ő választóik is azt gondolják, hogy egyébként feltétlenül nem szimpatizálnak a kormánypártokkal, hogy ez egy méltatlan magatartás ahhoz a helyzethez, amiben ma Európa és benne Magyarország is van. Köszönöm szépen. Telex. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Sarkadi Zsolt vagyok a Telextől. Itt ugye már szóba került az abortuszra vonatkozó szabályoknak az enyhe változása. A miniszter úr is említette ezt az irányelvet, amit az egészségügyi szakmai kollégium fogadott el, és ebben ugye most az új verziójában szerepelnek azok a mondatok, hogy a terhesség megszakításra jelentkező nőkkel meg kell hallgattatni a magzati szívhangot. Ezzel a kormány egyetért, vagy nem? Mi követtük a szakmai kollégiumnak az állásfoglalását, tehát természetesen ennek megfelelően egyetértünk vele. Tehát akkor a kormány is úgy gondolja, hogy ez egy követendő dolog, és ezt alkalmazni kell a terhes gondozásban? Mi úgy gondoljuk, hogy a szakmai kollégium véleményét érdemes követni. Viszont ugye, hogyha hivatkoznak erre a szakmai kollégium véleményére, itt ugye felmerült az, hogy egy 5 éve nem létező egyesülettel is egyeztettek elvileg a dokumentum szerint, és egyébként ez a dokumentum hivatkozik egy brit és egy amerikai irányelvre a terhes gondozással kapcsolatban, és hogyha az ember végigköveti ezeket a linkeket, amiket megad ez a dokumentum, a brit irányelv, az a CG62-es irányelv, az már nem hatályos 2019 óta, az amerikai irányelv pedig egy nem létező oldalra vezet, egy 10 éves link van ott megadva, akkor ez felvet bizonyos kérdéseket arról, hogy szakmai alapon mennyire megtámogatott ez a dokumentum, ez nem így van? Nem. Miért? Mert a szakmai kollégium állásfoglalását követtük. És akkor minden esetben... Ettől még természetesen igaza van, hogyha bárki bármilyen linkre hivatkozik, nem tudom ki, hol és milyen linkre hivatkozott, de ha bárki bármilyen linkre hivatkozik, akkor az jó, hogyha pontos. És ha bármilyen egyeztetésre hivatkozik, annak is pontosnak kellene. Ennek mindig igaza van, de egy szakmai kollégiumi állásfoglalásnál azt mondani, hogy az nem szakmai vélemény, az egy elég merész
nyitó állítás egy vitában. Mi próbáltuk elérni ennek a társszerzőit is ennek a dokumentumnak, de igazából nem nagyon jártunk sikerrel, nem elérhető a Honvéd Kórház szülészfőorvosa, akik társszerzőként szerepelnek itt, tehát mi nagyon szívesen beszélnénk ezekkel az emberekkel, de... Én kevésbé voltam érdeklődő, mint önök, de kit orvost keressek föl önöknek, vagy a szerzőket próbáljuk keresni. És ugye az van, hogy ez a dokumentum, ez 97%-ban, 98%-ban megegyezik az előző irányelvvel. Pontosan csak ennyi a különbség a kettő között, hogy ebben benne van ez a bekezdés, hogy a magzati szívhangot meg kell hallgatni azokkal, akik terhesség megszakításra jelentkeznek. Elhiszi nekem azt, hogy a kormány tagjai nem járnak egészségügyi szakmai kollégiumok üléseire? Készséggel. Akkor erről nem tudnak felvilágosítást adni. Nem, tudom, hogy van egy ilyen szakmai kollégium állásfoglalás, azt tudom, hogy ami a mi hatáskörünkbe tartozik, mint törvényhozók, mint parlamenti képviselők, ott mi az abortusz törvényen soha nem változtattunk, és egy szakmai kollégiumi állásfoglalást követ most az irányelv. Tehát akkor azt jól értem, hogy ez a szülészeti szakmán belül merült fel, és önök csak hátratett kézzel követik a... Hát, hogy hol merült fel, sok helyen fölmerült sokszor. De az a kérdés, hogy mi az irányadó, akkor az biztos, hogy egy ilyen kérdésben egy szakmai kollégium álláspontja az irányadó. Rendben, köszönöm. Érkeznek az új Pfizer oltások Magyarországra, amik ezek között van olyan, ami a BA1-es koronavírus verzió ellen már, tehát ahhoz van igazítva. Viszont ugye azóta a Pfizer gyárt már újabb oltásokat is, amik a BA5-ös verzióhoz vannak igazítva. Ezekből rendelünk-e, és ha igen, akkor miért? Próbálunk erre vonatkozóan is válaszokat kiszedni a kormányból, de az illetékes szervek eddig még nem válaszoltak sajnos. Ennek utána kell néznem, mert én azt hiszem, hogy túl vagyunk a koronavírus járványon. Akkor ezt ki lehet most már jelenteni? Pillanatnyilag a jelenlegi orvosi adatok alapján nem állítom, hogy nincs már koronavírusos beteg, mert tudjuk, hogy van, de a tünetek lényegesen enyhébbek, és most már azért a száma is nagyon csekély a megbetegedéseknek, de azt, hogy konkrétan ebből rendeltünk, vagy sem, nem tudom, szívesen utána nézünk, és adunk tájékoztatást. Köszönöm. A harmadik téma. Utolsó, rendben, jó, mert ez már nem a harmadik. Egyre nem tudtam válaszolni, ez egy plusz kérdést eredményez. Köszönöm. Volt szó itt az első kerületi önkormányzati választásról, és az első kerületi önkormányzati választás eredményének hirdetése óta felröppentek ezek a hírek, hogy egy ingatlanban, ami ebben a választókerületben áll, többen is bejelentkeztek a választások előtt, a választás előtt, és köztük van például a Fidelitas egyik vezetője is. Ezt egyébként a helyi választási bizottság is elismerte, hogy megemelkedett az oda bejelentett emberek száma, de azt mondta a bizottság, hogy ők nem vizsgálják ugye ezeket a dolgokat, mert már nincsen erre törvényi felhatalmazásuk. A kormánynak mi a véleménye arról, hogy egy ilyen bejelentett lakos szám emelkedés a közvetlen a választás előtt nem gyanúsa, vagy nem veti fel a választási csalás gyanúját? Lehet, hogy elkeserült, amit mondok, de a kormány nem foglalkozott az első kerületi időközi önkormányzati választás eredményével, viszont miután a kormányinfo előtt a heti sajtóinformációkat el szoktam olvasni, ezért azt láttam, hogy volt egy tájékoztatás, hogy a kitűzés után összességében az egész választókerületben 21 néhány fővel megemelkedett a lakosok száma. És miután a különbség az közel 60 szavazat volt, ezért még ha mind fideszes betolakodó lenne, amit azért ne feltételezzünk, akkor sincs jelentősége. De ha feltételezzük? Hát erre vannak jogi eljárások, tehát egy kerületnek az időközi önkormányzati választásáról van szó, ahol elég magabiztos többséggel 53%-os eredménnyel nyert a kormánypárt képviselője, és azt tudjuk, hogy az első és második helyezett közötti különbség az közel háromszorosa annak, amennyien összesen 3 hónap alatt bejelentkeztek a kerületbe, ami szerintem azért, vagy a választókerületbe, hiszen önmagában az a szám, amit ott látunk, az nem ad okot gyanakvásra, de természetesen mindent meg lehet vizsgálni, és miután nincs többlet információm, ezért nem tudom, hogy kik és miért költöztek. Egyet tudunk mondani egész biztosan ön is, meg én is, hogy ez a választás végeredményére semmilyen kihatással nem lehetett. Köszönöm. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Viszontlátásra, további szép napon. A kormányinfót látták. Gulyás Gergely közölte, meghosszabbítja a kormány a benzin és élelmiszer árstopot, valamint a decemberben lejáró kamatstopot is legalább fél évvel. A miniszter azt is kiemelte, hogy az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentést továbbra is megvédi a kormány. Nagy Márton miniszter közölte, elfogadtak egy az energiaintenzív tevékenységet végző kis és közepes vállalkozások támogatására vonatkozó programot. A program október 1-én indul
indul, és két fontos elemből áll, a működési költségek és a beruházások támogatása. Kiemelte, két program még kidolgozás alatt áll, ez a gyármentő program, amellyel a nagy iparvállalatok beruházásait támogatják, illetve egy új munkahelyvédelmi akciótervet is indítanak, ezeknek a részleteiről a következő hetekben számolnak be. További részletekkel későbbi híradásainkban jelentkezünk.